Tavaly az uniós források felhasználásában rekordösszegű kifizetést valósított meg a magyar intézményrendszer. A tervezett évi 1500 milliárd forinttal szemben 1700 milliárd forintot. Ezen belül a múlt év utolsó hetében 154 milliárd forintot fizettek ki a nyerteseknek, mondta el a helyettes államtitkár. Az uniós források jelentőségét hangsúlyozva kiemelte, 2007 és 13 között az országnak 2000 milliárd forintot kellett befizetni az unió közös kasszájába, ez idő alatt pedig 8200 milliárd forint fejlesztési forrás állt rendelkezésre, így az ország nettó pénzügyi nyeressége 7 év alatt 6200 milliárd forint volt. Csepregi Nándor az újabb 7 éves ciklus változásait is ismertette. Az aktív korú lakosságon belül 75%-nak kell emelni az aktivitás irányt. A másik nagyon fontos célkitűzés, ami összefügg ezzel a kérdéssel, az oktatás rendszerének az átalakítása, illetve annak a megakadályozása, hogy nagyon sokan kiesnek az oktatási rendszerben, azt megelőzően, hogy valóban valós és a piacon használható kompetenciákat szedtek volna magukra, ezért 10% alá kell csökkenteni a korai iskolára jutott arányát. A 2014-20-as fejlesztési ciklus további változásai között említette azt, hogy az operatív programokat irányító hatóságai a szaktárcához kerültek, a központi koordinációt pedig a miniszterelnökségen végzik. A megyék szerepét növelték a források felhasználásában. Fontos feladat számunkra, hogy úgy alakítsuk az indirekt támogatási eszközeinket, hogy a közvetlenül támogatható vállalkozások is hasznát élvezzék ennek, amelyek a GINOP forrásaiból közvetlen módon is tudnak forrásokat bevonni a fejlesztés tevékenységükbe. Tehát ez a kombinált fellépés remélhetőleg azt jelenti számunkra, hogy nem csak a megye vállalkozóit, hanem a megyébe betelepülő hazai KKV-kat, multinacionális cégeket is megfelelő üzleti környezettel tudjuk várni a következő években. A 2014-20-as fejlesztési időszakban a minisztériumok negyedévente nyilvánosságra hozzák a pályázati ütemtervet, az elnyert források felhasználásában pedig gördülő finanszírozást vezetnek be, ami annyit jelent, hogy a papír alapú ügyintézést megszüntetik, az állami bázisban szereplő információkat a közreműködő szervezetek kérik le, és egyablakos elbírálással tovább egyszerűsítik a rendszert annak érdekében, hogy a pályázók képesek legyenek maguk is beadni jelentkezésüket. Egy tanácsadó cégnek 20 év tapasztalatával arra kell felkészülni, hogy a nehezebb, bonyolultabb pályázatok és projektmenedzsmentek fognak rávárni, valószínűleg a könnyebbeket állami segítséggel a KKV-k önmaguktól is meg fogják tudni oldani. Itt lehet annak szerepe, hogy a 6 üzletágunk kiegészíti egymást, tehát ez az akkreditált vállalati tanácsadás, az akkreditált felnőtt képzés, a különböző irányítási rendszerek bevezetése, ez egy jó alapot teremt arra, hogy a megnövekedett pályázat és projektmenedzsment, főleg a projektek nagysága miatt, az összhangban legyen egymással. A kormány várhatóan február 15-e ülésén véglegesíti és fogadja el a partnerségi megállapodást, és bár Magyarországnak április 22-ig lenne lehetősége az operatív programokat eljuttatnia a bizottságnak, a tervek szerint ezt március 31-én meg is teszi. Ettől számítva az Európai Bizottságnak 3-6 hónap áll majd rendelkezésre a válaszra, az első források pedig fél évkor nyílhatnak meg.